Nem kell szétmozdulgatni a halat, jó? Kis folyóvíz, te lerövítel a deszkát, úgy vágod össze. Mindig a bőrén vágjátok halat, jó? Tehát szétnyitod, így vágod a halat. A hal megfelelő feldolgozásának mikéntjére emlékezteti a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola felügyelő oktatója a tanulókat. Azonban ez nem tanúra. A 9. és 10. osztályos diákok az ágazati alapvizsgán mutatják be, hogy eddig milyen ismeretekre tettek szert. A fiatalokat a turizmus vendéglátás ágazat 4 területéből, ételkészítési, vendégtéri, cukrászati és turisztikai alapismeretekből mérték fel. 69 főágazati alapvizsgázott a vendéglátóiskolában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 23 fő 10. osztályos technikus tanuló volt, akik ugye 2 év után tettek ágazati alapvizsgát, és a többi pedig 2 osztályt jelent, 2 9-es szakképző osztályt. Ők tették ki a többi részét a vizsgázóknak, és ez a 2 csoportra, 2 vizsgacsoportra voltak osztva, ezek a tanulók. A számonkérések mozgalmasan zajlottak, a diákoknak reggeltől délutánig tartott az elfoglaltság. A teljesítményüket egyébként 100%-ban értékelték, amit majd a záró vizsgán is beszámítanak nekik. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kis rutint szerezzenek. Egyébként jellemzően partnereket hívtuk meg, kollégákat is hívtunk meg, illetve duális partnereket, akár a duális partnerek már ismerkedhettek a tanulókkal, hiszen őket szolgálták ki ugye ott a vendégtérben. Úgyhogy ők is érdeklődtek és kérdezgettek tanulókról. Ezért 69 fő, én úgy gondolom, hogy nagyon szépen teljesített. A sikeres vizsgákat követően pedig egy vendéglátó helyre, vagyis duális partnerhez kerülnek majd a tanulók, ahol már fizetést is kapnak.